Számunkra nagyon nagy megtiszteltetés és öröm, hogy eljött Józsefváros és Ferencváros képviselője, és személyesen gratulált a művészeinknek, Kocsis Máté, hozott egy kis ajándékot nekik, és hát, ha nem is kezet fogott velük, de a szokásos tiszteletet megadta feléjük, és az nagyon nagy boldogság volt a művészeinknek is. Büszkeség, hogy ennek a kerületnek vannak olyan intézményei, ahol kiváló emberek adják át a kultúrát, a tudást, és azt, ezzel együtt azt a hitet is, ami őket mindig a legmagasabb színvonalon tartotta és oda is vitte. És rájuk, mint közösségnek és mint magánembereknek is büszkének kell lennünk. Mind a három művész esetében szerintem vitán felülálló pályateljesítményről beszélhetünk, és arról, hogy ezt az elismerést, amit most megkapnak, ezt megérdemelték volna már 10-20, de akár 30 évvel ezelőtt is, de ami késett, nem múlott, és szerintem ez mindannyiunk közös ünnepe kell, hogy legyen. Az ő személyes elismerésük, de emellett természetesen egy közönség jutalom is ez, hiszen egy színész úgy tud sikeres lenni, úgy tud elérni a kitüntetések világába, ha őt a közönsége végig és mindenért szerette. Iszonyatosan fontos az, hogy szeretlek téged, és az a színpadról érzed, meg hát az életedben visszaigazolásokat kapsz. De az, amikor téged állami kitüntetéssel, tehát államilag, központilag, most mindegy, hogy fogalmazunk, ismerik el azt, amit te csináltál, ez egy őrületes jó érzés. Én annyira boldogultam, bőrömből kiugrottam, mikor meghaladtam. Én megtisztelve érzem magam, mert ezt végül is a közönség szeretete provokálja ki egy ilyen díjat. Én nekem a legnagyobb boldogság ezen a pályán az, nálam azért fiatalabb emberek néha oda jönnek hozzám, és azt mondja, hogy nekem a Koppányi Aga annak idején annyira szerettem, és egy kultfilm volt, hogy így mondjam, és végig tudtam dolgozni egy pályát egészségben, ennél nagyobb dolog nincs, és hát ennek egy csodálatosan kis érett gyümölcse ez az érdemes művész kitüntetés. Én nagyon sokszor kaptam olyan díjat, ami valóban a közönségtől. Tehát például az egyik első díjam az az Erzsébet díj volt, amit Péter Erzsébet úgy adományozott, hogy megszavaztatták a tévénézőket. Ez pedig lenne nem csak a szakma elismerése, hanem egy pályának egy állomása, ami hát mindenféleképpen jól esik az embernek. Egy igazgatónak az a feladata, hogy felterjessze a különböző kitüntetésekre a művészeit. Van, akiket Jászai Mari díjra terjesztettünk fel érdemesre, kiválóra az idén, és nagy öröm ebből, hogy két művészünk megkapta az érdemes művész kitüntetést, és egy pedig a kiváló művészt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis magánszínházban, mint ami mi vagyunk, ez hatalmas elismerés, és a művészeinknek is az, mert azt gondolom, hogy jóval nagyobb dicsőség, amikor a közönség szeretete van itt, a közönség állva tapsolja meg az előadást, a közönség autogramokat kér a mai napig is a művészektől, már amikor ugye még voltak előadásaink, de azért az is nagyon fontos, hogy a szakmai elismerések is meglegyenek, mert a művészek lelkének ez nagyon kell. Én kifejezetten személyesen is nagyon büszke vagyok a Tóra Juda Színházra, mert mégiscsak abban a kerületben, ahol én felnőttem, meg ahol ma is élek itt Józsefvárosban, úgy áll helyt, hogy fogyasztható, de színvonalas, és a környékbeli itt élő emberek számára is elérhető kultúrát biztosít. Tehát ez nem csak művészetcsinálás, hanem egy misszió is, ami szerintem csak elismerést érdemel, és köszönöm a munkájukat.